Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat a mai első sajtótájékoztatónkra. Éppen ezért, miután több sajtótájékoztató, és mi most nagyon rövidek leszünk. Lővei Csaba kezdi. Jó napot kívánok én is mindenkinek. Nos, azzal kezdeném, hogy a Változás Nyíregyházáért Szövetség 6 pártja és civil szervezete egységesen együtt áll Nagy László mögött és készül a választásra. Egyértelműen győzelmi esélyekkel Kovács Ferenc regnáló polgármester és csapata egyedüli esélyes kihívójaként. Ezt már mi többször megállapítottuk, dr. Kovács Ferenc polgármester is kijelölte a tegnapi napon az egyetlen fajsúlyos ellenfelét Nagy László és a szövetség személyébe, hiszen drága fizetett hirdetésben támadta meg nyílt levélben a polgármesterjelöltünket, illetve igyekezett megosztani a szövetséget. Erre reakcióként, illetve az álláspontunkat kifejezendő egy közleményt adunk ki, amelyet most szó szerint fel fogunk olvasni, és önök meg is fogják kapni. Én kezdeném, és a második részét majd Nagy László polgármestert folytatja. Döbbenetesnek tartjuk, hogy a Fidesz és Kovács Ferenc polgármester kontrollálatlanul szórják a nyíregyházi adófizetők pénzét. Felszólítjuk, hogy ha legközelebb levelet akarnak írni Nagy Lászlónak, akkor 145 forintért adják fel postán, ahelyett, hogy több százezer forintért megjelentetik a Kelet-Magyarország című lap címlapján. Az Együtt PM lapja azt a célt szolgálta, hogy tájékoztassa a nyíregyháziakat arról, hogy milyen botrányok folynak Kovács Ferenc közvetlen környezetében. A Fidesznek semmilyen joga nincs elvenni a nyíregyházi emberek alapvető jogát a tájékozódáshoz. Miért nem tekinti felnőttnek a városlakókat, akik el tudják dönteni, hogy egy valóságra épülő, a források megjelölését is tartalmazó újság tartalmát hogyan ítéljenek meg? Én folytatom a közlemény szövegét. Egyébként a fideszes nyíltlevél logikája szerint Kovács Ferencnek a nevében is hazugság nyíregyházi Fidesz újságtól eddig 6-szor kellett volna elhatárolódnia, ugyanis ennyiszer jelent meg az újság. Miért nem tette? Talán azért, mert a mocskolódás akkor nem jelent problémát, ha ők teszik. Nyíregyháza valóban nem kér a hazugságból, amit a Fidesz az elmúlt 4 évben az előző városvezetés lejáratására, Csabai Lászlóné és Nagy László munkájának beárnyékolására, a nyíregyháziak 2010-ig elért eredményeinek befeketítésére használt. A nyíregyháziaknak joguk van megismerni a valóságot, joguk van tudni, hogy milyen büntetőügyek voltak vagy vannak folyamatban, amelyek közpénzek eltűnésének gyanúja miatt indultak. Eddig tart a közlemény szövege, ezen túl Hunyadi János akar még egy pár gondolatot elmondani, és a sajtótájékoztatót ezennel be is fogjuk fejezni. Köszöntök mindenkit! Nagyon sajnáljuk, hogy az adófizetők pénzét ilyen nyílt levelekre költi a Fidesz, akkor, amikor 1000 millió más helye lenne ma a város életében ennek a pénznek. Egyben örülünk is annak, hogy ez így történt, és ebben a nyílt levélben szóba került Budapest, mert ez ismét csak lehetőséget ad nekünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet a városlakók figyelmét arra, hogy a polgármester felháborító módon nem a nyíregyházi szakembereket alkalmazza, nem nyíregyházi szakemberekkel veszi magát körül, hanem Budapestről ingázó intercity menedzserekkel dolgoztat. Akkor, amikor Nyíregyházán kellő számú és megfelelő felkészültségű szakemberek állnak rendelkezésre. Mi ezt a gyakorlatot meg fogjuk szüntetni, mi a nyíregyházi szakemberekre alapozzuk a városvezetést. Számunkra továbbra is kérdés az, hogy Kovács Ferenc polgármester úr miért nem vizsgáltatta ki azokat az ügyeket, amiről ebben a kiadványban is szó van. Nem csak azért kérdés, hogy miért nem tette, mert lehetősége lett volna rá, hanem azért is kérdés számunkra, hogy miért mulasztott el ezeket a belső vizsgálatoknak a kezdeményezését és lefolytatását, mert erre neki kötelező lefolytatni. Tehát kötelessége lett volna már a gyanú felmerülése pillanatában, vagy a gyanú jelentkezése pillanatában belső vizsgálatokat elrendelni, és akkor a városlakók tisztán látnák ezeket az ügyeket. Köszönöm szépen! Van-e kérdésetek? Nekem lenne nem konkrétan ezzel kapcsolatban, hanem hogyha Eszenszki András képviselőjelölt úr nem nyer egyéni körzetben, akkor tervezik, hogy valamelyik nem MSZ viselőt visszahívja, várom, mert jól tudom, hogy a 6. a listán.
Ez egy olyan hipotézis, amelyre teljesen felesleges válaszolni, és egyébként mi az egyéni körzetekben olyan jelöltekkel rendelkezünk, akiknek a győzelmi esélyeik abszolút reálisak. Köszönjük szépen, akkor ha Nagy László felé van még esetleg interjúigény állunk rendelkezésre, és akkor kiosztom a közleményt önöknek.